loptunk-e, csaltunk-e, hazudtunk-e, hazavittük-e a pénzt a budapesti cégekből, elkövettünk-e olyan valamit, ami miatt megalapodott, hogy mindenki menjen a csodába, ki kell söpörni Budapestet, aki egyszer ott volt, az többet ne legyen. Storytelling következik, újabb fejezet. Újabb budapesti cégről és újabb vezetőről fogok beszélni, nem titkolva olyan vezetőről, akit mi ajánlottunk a főpolgármester úr figyelmébe, mert azt gondoltuk, hogy vele a főváros jól fog járni. Na nézzük ki is. A budapesti közmű non-profit ZRT Budapest legnagyobb cége. Nagyon sokfajta tevékenység van benne. Hát egy nagy cégből sokat lehetne lopni, azt érdemes jól megnézni, hogy kire is bízzuk ezt a céget. Az igazgatóság elnöke egy olyan a 50-es évek közepén járó férfi, kár lenne tagadni, mi hoztuk szóba a főpolgármesternek, hogy szerintünk ő alkalmas lenne. Garamhegyi Ábelnek hívják. Hadd mondjak pár dolgot róla, mert hogy szerintem nem ismerik, csak azért, hogy el tudják dönteni. Alkalmas ez a fickó arra, hogy ilyen posztra ajánljuk a fővárosnak. Azon túl, hogy most az igazgatóságnak az elnöke, egyetemi docens Szegeden, angol nyelven oktat döntően nyilván külföldi hallgatókat, korábban egy indiai cégnek volt a vezérigazgatója, még sokkal korábban, a mi kormányunk idején, én közelről egyébként nem ismertem, szakállamtitkár volt, nemzetközi gazdasági kereskedelmi ügyekkel foglalkozott, egyébként pedig, hát hogy mondjam, sok nyelven beszél, PhD-vel, MBA-vel, publikált angolul, magyarul, szóval egy elég tisztességes, jó szakmai hátterű ember. Ez azt hiszem, hogy rendben van. Róla panaszt, balhét, botrányt nem hallottak. Egészen biztos vagyok benne. És jön a sztori második fele. Hát nyilván lehet azt gondolni, hogy ha már én ismertem ezt az elnököt, mi több, mi hoztuk szóba, hát nyilván volt valami mutyi, hát nyilván megkérte az árát a Gyurcsány a DK, hát csak valamit kiszedtek ebből a cégből. Hát nézzék, én úgy emlékeztem, hogy egyszer hívtam fel életemben Garamhegyi, mióta ott elnök. Miért hívtam föl? Azért, mert a kukás autón, ott hátul álló fickó a mi utcánkban, a Szemlőhegyen, odajött egyszer hozzám is azt mondja, hogy elnök úr segítsen. Mondom, mi a baj? De azt mondja, hogy az az igazság, hogy valamit nem jól csináltam, és most le akarnak venni engem a kukás autóról, és tudja, valójában ebben van pénz. Na, el tudom képzelni, hogy hogyan van pénz a kukás autó hátulján álló emberek számára ebben, de ez engem nem nagyon érdekelt. Hát minden esetre fölhívtam a Garamhegyit, hogy te, Áber, figyelj már ide. Van itt a fickó, aki attól tart, hogy csúnyán megütheti a bokáját, lát csúnyában is, mint amit megérdemelne, legalábbis ne engedd, hogy ne tisztességesen bánjanak vele. Na, hát ennyi volt a telefonbeszélgetésünk. Mint később kiderült, egyébként a fickót levették az autóról, nem sokat ért az én interveniálásom. Hát elmeséltem Garamhegyinek, hogy ezt el fogom mondani nyilvánosan, azt mondja, hogy nincs igazad, még egyszer fölhívtál. Még egyszer? Na, miért? Mert volt valamelyik céges, szakszervezeti embernek valami ügye, és fölhívtál, hogy tessék tisztességesen bánni vele, a szakszereti emberekkel végképp nem szabad kibabrálni. Mondom, és mi történt? Azt téged nem kell, hogy érdekel, mondta nekem, de kétszer hívtál fel engem összesen, mióta elnök vagyok. Kérem szépen, ezt tettük mi. Nézzék, én szerintem olyan emberre bíztuk az igazgatóság elnöki feladatát, aki mindenfajta értelemben jól megállta a helyét. Nagyon képzett, nagyon rendben van, senki soha semmit nem panaszkodott rá. Jól jártak a pestiek? Szerintem jól jártak. És jól jártak akkor is, amikor megbíztak bennünk. Higgyék el nekem, nem mindennapos az itt a politikában, hogy valakik ilyen kapcsolatokat csak jóra használnak. Mi jól szolgáltuk Budapestet, és örülünk, hogy jól szolgálhattuk Budapestet. És akinek ezzel vitája van, az mondjon konkrét dolgot. Mert bántani azokat, akik jól szolgálják a várost, a hazát, mi nem fogjuk megengedni.